A riói szereplést követően néhány hét pihenőt kapott az olimpián egyéni legjobbját elérő gyalogló, aki fizikai és mentális feltöltődésre használta fel a szeptemberi időszakot. Október 10-én aztán elkezdte az alapozás Pokrovenszky József tanítványa, és azóta is szorgalmasan gyűjti a kilométereket. A jövő év legfontosabb versenye a londoni világbajnokság, amelyre már mind a 20, mind az 50 kilométeres távon megszerezte az indulás jogát a kétszeres olimpikon. Igazából nagyon unalmas időszak, nagyon sokat kell edzeni, nagyon monoton. Igazából most alapozzuk meg a jövő évre az erőállapotot. Ez az ősz és tél alapozás, amikor a legtöbbet edzünk, a legtöbb hosszú edzés most van. Ilyenkor tényleg ilyen 20 és 30 közötti távokat szoktunk megtenni. És még csak ha a harmadik hete edzünk, de már így is a heti kilométer számára elér a 150 kilométert, és ez még csak több lesz. Viszont mi nem tudjuk, hogy a 20 vagy az 50 kilométert választjuk. Ez majd a felkészülés során fog majd eldőlni, ami azért is fontos, mert teljesen más edzésmunkát igényel. A felkészülés nagyban segíti, hogy a korábbi évekkel ellentétben csak a szezon legfontosabb versenyére kell időzíteni a csúcsformáját a gyaloglónak. Nagyon nyugtató érzés, hiszen tényleg már csak arra kell koncentrálni, hogy milyen felkészültségbe érkeznek arra a versenyre, és nem kell azon aggódnom, hogy még most nincs meg a szint, és majd melyik versenye lehet majd teljesíteni ezeket a kiküldetési szinteket. Szóval tényleg úgy vágunk neki ennek a felkészülésnek is, és a jövő évi szezonnak, hogy a fő verseny tényleg a londoni világbajnokság lesz, és hogy ott a lehető legtöbbet, a legjobban nyújtsam, nem pedig azon kell aggódnom, hogy majd előtte, nem tudom, mix hónap előtte legyek csúcsformában, ahol majd a szintet tudjam teljesíteni. Igazából már, hál' Istennek, így 28 évesen elértünk Józsbál arra a szintre, hogy nem kell ezen aggódni, hogy kijussunk egy-két versenyről, nem már tényleg ott egy nagyon jó helyzést tudjunk elérni. Hellebrandt Máté november 7-én elutazik a tatai edzőtáborba, ahol két héten keresztül készül majd. Szervezés alatt áll egy januári külföldi edzőtábor, majd februárban a fedett pályás versenyekkel elkezdődik a szezon a gyalogló számára.